Általában az embereknek a nagyobb része kizárja magát a lakásból, vagy az autóból, benne hagyja a kulcsot. Mikor meg lába kitámasztom, és akkor így kitámasztom, és akkor utána beengedem. 1958-ban születtem, anyukám állítólag meghalt. Amikor ön született? Állítólag, igen. Csertőre kerültem, az egy ilyen csecsemő otthon. Onnan átkerültem Bakócára, negyedik osztályt már itt Pécsen jártam, az intézetbe, Megye utcaiba, és a Szilágyi elhozott magával ide, ő ott igazgató volt, és a 68 óta Pécsen vagyok. 73-tól 76-ig voltam, az 500-asba jártam, az eredeti szakmám az távközlés technikai hálózatszerelő, ez a hivatalos neve. Kikerültem a posta munkásszállóra, onnantól jártam dolgozni. Kb. 24-en kezdtük a szakmát, 14-en szakmunkás vizsgáztunk, és 3-an maradtunk a postán, de abból a szakmát, tehát úgy, mint telefonszerelő, csak én maradtam. 10 forintos órabérre kezdtük. Mindig úgy kell betenni a zárbetétet a zárba, hogy a tolókavívő, ez a tolókavívő, ez mozgatja a zár testben a zár nyelvet, és dugó ellenébe fölnyomja a reteszelő dolgot. Az intézetben voltak ilyen bútorszekrények, ami nem biztonsági zárak voltak, és akkor ott volt egy ilyen gond, hogy ne nyúlkáljanak az ember szekrényébe, és úgy szabadott megoldani, hogy nem cserélni zárat. Tehát röviden átszerelte. Annyit csináltam, hogy ugye az zárat nem lehetett csinálni, de az nem volt megtiltva, hogy én a zárból kivegyek egy lamellát, és betegyek egy másik lamellát, egy másik zárból. Tehát én csináltam egy olyan jó biztonsági zárat, ilyen butorzárat. Innen indult akkor a pályafutás? Hát körülbelül így lehet mondani, innen indult, így van. Aztán voltak egyéb dolgok, újítások, majdnem találmányi dolgok is voltak. Postán például mindig szerettem gondolkodni a problémákon, beadtam újításként a pisszuárok takarékos öblítése, meg is csinálták a munkásszálon. Voltak a nagy benzinkutrablások, akkor kitaláltam a páncélszekrény egy speciális, a postaládából indultam ki, és akkor, hogy ne legyen benzinkutrablás, oda megy valaki, azt mondja, hogy ide a pénzt, akkor azt mondja, ott a szekrény, ha kinyitja a magáé. És az a lényeg, hogyha képzeletbelileg megfordítják a páncélszekrényt, megrázzák, akkor se jön ki a pénz, mert ilyen terelős megoldással nem jön ki már a pénz, ha egyszer bedobják. Ezt kitaláltam, köszönömet kaptam érte. Ha már ennyire ért a zárakhoz, Sándor, rossz szándékú emberek nem keresték meg? Nem igazán merték, meg azért van egy körülbelül előírás, hogy ha valaki ki akar nyitatni egy ajtót, azért ha nincs oda személyigazolvány ügyileg bejelentve, akkor azért nem árt neki írni egy ilyen papírt, hogy a saját felelősség kinyitotta X utca, X házszámú lakást. A szlogán, ez honnan van, vagy ez kitől van, ez saját szerzemény, vagy valaki segített ebbe? A szöveget az egyik ügyfél találta ki, és akkor én hát alkalmaztam ezt azóta. Az ember megtudja, hogy ne hagyja el a kulcsot, hogy van ilyen karabinel, és a férfiak nadrágszélre rá tudják tenni a második bújtató mögé, és akkor nem tudják olyan elhagyni a kulcsot, de aki még gyakorolja a dolgot, zsebbe azért nem jutott, mert kilukaszta a zsebet, meg ahol a kulcs van, ott, ha valaki beteszi a mobiltelefonját, akkor összekarcolhatja a kijelzőt, de van egy megoldás, hogy ide teszek egy akár egy tartalék kulcsot, tehát így, ha kocsinál is. Én nekem az a szerencsé, hogy megtanultam nem nagy lábon élni, és ez a szerencsém, tehát én kapom a 22.800-at is, stb. Egy dokumentumfilmnek volt a főszereplője, arról szólt ugye, hogy ön elindul külföldre. Hát volt olyan is, olyan,
elképzelés is volt persze. Hát ez, erre szokták azt mondani, nem azt kell nézni, hogy külföldön valaki mennyit keres, mondjál például Vácsánatra, azt kell nézni, hogy eszünk, iszunk, alszunk, és mennyit tud félretenni valaki. Erre született egy dal is különben. Hát az így szól, hogy bocsi, bocsi magyar, se füle, se hangja, oda megyünk lakni, ahol nem tejet, ahol megélhetést kapni. Tehát ilyen is volt. Akkor végül is maradt Magyarországon, tehát akkor nem hát jött össze. Hát Magyarországon. Ez a szalag, én mikor voltam közfoglalkoztatásban is, szemetet szedtem. Tehát én csináltam ilyet is. Ez azért van, hogy nem vagyok annyira hülye, hogy úgy öntsem a szemetes vödörből be a zsárba vagy a kukába a szemetet, hogy a szemembe menjen minden. Azt tudja, hogy nagyon sokan csodabogárként tartják számon itt a városban, a bringájával, a láthatósági mellényével, a fejlámpájával? Mit szól ehhez? Nem tudom, de hát nem tudom, hát mindegy, minek tartanak. Én, nekem nem könnyű annyi embert megjegyezni, ugyanúgy, mint egy tanárnak, nem könnyű annyi embert. Engem könnyebben megjegyeznek, biztos sokan ismernek, innen-onnan, amonnan, hát most, jaj.